Csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége. Ez Miklós, a Német Turisztikai Hivatal Budapesti irodavezetője. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Izraelbe éppen most ért véget a hétvégén az Eurovíziós Dalfesztivál, és minden klipbe tulajdonképpen, mintha fölharangozták volna a mai látogatását, hisz most száz a Bahhoz, és az izraeli klippeken látjuk a fehér Bahhoz épületeket, ugyanúgy, mint a magyar fővárosban, és tulajdonképpen ez a lépcső az egyik alapja ennek. Mit vár Németország ettől az évfordulótól? Igen, idén száz éves a Bauhaus, ugye 1919-ben alakult meg ez az iskola, és Németország számára borzasztóan fontos, hogy ezt az iskolát, ami alapjában különbözik minden eddigi építészeti művészeti stílustól, ezt felhasználja arra, hogy idegenforgalmi vonzerejét növelje. Ez egy nagyon jó találmány, hisz tulajdonképpen ezek a mérnökök, ezek a tervek és a kivitelezések nem csak a közel-keleten, hanem Amerikában, illetve itt nálunk is meghonosodtak. Ez így van, tehát hogyha megnézzük igazából az egész világon ö, ö, látható Bauhaus, ugye akkor nem menjünk messze, ugye a Weisestadt, a Weisest a City, ugye, Tel Avivba például. A Fehérváros. Igen, vagy például, hogyha Csikágóban körben nézünk, de igazából a világon mindenhol Megmond találhatunk klassz kis poharat is kaptam ma. Ez nem termék megjelenítés, hanem én egy bahász kávé reggel beleöntik, és itt Szörpölnek, miközben vezetnek, csak a rendőr meg ne lássa. Ez így van, ez egy egy Bauhaus csésze, és azért vagy kávés pohár, és azért hoztam, hiszen a Bauhaus az nem csak építészet. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Bauhaus a legtöbben az újlipotvárosra gondolnak, vagy Pasarét szép villáira, a napraforgó utcára, de ez nem csak építészet, hanem ez festészet, anyagfelhasználás, művészet, színház. Ez valamikor egy kortárs művészet volt. Igen, annak idején az volt, és ez egy modernista stílus irányzat tulajdonképpen és Németországban vannak olyan városok, és majd erről is szívesen mondanék pár szót, ahol nagyon erősen reprezentált ugye a Bauhaus, ezek azok a városok, amelyek tulajdonképpen bölcsői voltak a Bauhausnak. Mennyire vonzza a turistákat mondjuk Európából Németországba, pont a Bauhaus idejére, tehát a századik évfordulóra. Ugye ezt mind úgy kell nézni, hogy egy országnak van egy idegenforgalmi vonzereje, Németországnak is van, Magyarországnak, minden országnak. És akkor ehhez hozzájön egy szegmens, amelyik egy réteget céloz meg, ez, ez például a Bauhaus is, ami azt jelenti, hogy mondjuk Weimarba, vagy Dessauba, vagy akár hogyha a főváros nézzük Berlint, valaki eljön az idegenforgalmi vonzereje látnivalói miatt, és mivel most ugye Bauhaus év van elsősorban koncentrál ezekre a látoga, látnivalókra, amelyek fantasztikusan szépen meglettek csinálva, föl lettek újítva. Én most jöttem haza pár napja Németországból, pont ezekben a városokban voltam, és fantasztikus. Én voltam itt régebben, fantasztikusan szépen meg van csinálva. Érdekes, szemet Ez nagyon érdekes. Én a 70-es években kerültem, 70-es évek elején ki Tel Avivba, és akkor a bauhaus egy építész barátomtól kérdeztem, hogy hát ez ugyanaz a Bauhaus, amit én a Lipót látok, hisz a Lipót azért a szocializmus éveiben nem voltak az épületek annyira rendbe tartva, mint napjainkban, de a Tel Aviv-i építészet az meg egy kicsit le volt strapálva, és nem csak itt, nem csak Németországban, hanem Tel aviv is, csodákat műveltek ezekkel, ráépítésekkel, renoválásokkal, megőrizve, és ez a századik évforduló tulajdonképpen az egész világon ünnepli ezt az építészetet. Ez így van, tehát ugye ezek az épületek, ami a klasszikus Bauhaus, ugye eleve a Bauhaus 1919-től ugye a náci hatalom átvételig tartott, tehát igazából nem egy hosszú időszakról beszélünk. Miért mondtak és ők le erről? Ők nem mondtak le erről, hanem minden diktatúra valahogy ö, ö, a szembe tüskeként kezelte a Bauhaus, tehát ö, ha meggondoljuk utána, a, volt NDK-ba, a kommunista rezsím se kezelte édesgyermekeként, hogyha ezt így mondhatom, ezt a stílust. és ö, ahogy mondja, Mi üldözni való lehet ezen a stíluson? Ez is? Ez egy szemnek kellemes, lakni benne kellemes. Ö, valószínűleg az, amit ö, a többi stílushoz képest sugároz, a szabadságot, az átláthatóságot, a, a, levegőt. a levegőt, és ugye ezek a dolgok egy diktatúrának nem sajátjai, és pont ezért üldözték őket el, és lehet látni, hogy igazából 33-34-ben brutális gyorsasággal megszűnt ugye Németországban a Bauhaus iskola, és ugye ebből lett aztán az is, hogy hol láthatunk a világ különböző részein Bauhaus negyedeket, Bauhaus épületeket, hiszen a Bauhaus képviselői, most nem menjünk messzire mondjuk Moholy nagy, ugye, aki magyar származású, és egy nagyon jelentős alakja a Bauhausnak, ő ugye Amerikába ment ki, de hát Izraelbe és más európai országba is csomóan utaztak. Hát ki. tulajdonképpen, bármennyire is keletlen de a Bahasz nagy nagykövetői, nagy magyar építészek között nagyon sok zsidó volt, akinek el kellett menekülni innét pontosan a németországi események miatt, és nagy karriereket csináltak Angliába, Amerikába, a közel szerte a világon, nem letagadva azt, hogy a Bauhaus hívei, és hogy innét jöttek. Erre büszkéknek kell, hogy legyünk, és én is, amikor ugye most voltam Németországban, meg a Német Turisztikai Hivatalnak a nagy éves rendezvénye is a Bauhaus témájára épült, és azért az ember büszke nagyon, hogy egy mohony nagy vagy egy bármarcel az magyar, és ö, ugye mi egy kis ország vagyunk, és hogy ilyen nagy embereket adtunk a művészetnek meg a világra. Tehát erre kimondottan büszkék kell, hogy legyünk. E, legyünk büszkék rá. Hogy alakulnak a német-magyar turisztikai statisztikák? Ö, büszkén mondhatom azt, hogy nagyon jól. Ilyen az outgoing. Tehát a Németországba, a Magyarországról irányuló turizmus? Tudok konkrét számokat mondani, az első három, nap, a első három hónapot már tudjuk vizsgálni, és itt a tavalyi évhez képest növekvényünk, ugye ez vendégészakákban mégjük az közel 10 Ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon jó szám az idegenforgalomban, hiszen beirányozva egy 3-4 százalékos növekmény, az már azt mondjuk, hogy jó. Itt a 10 ez egy fantasztikus jó eredmény sok mellett, mert kérdezik, hogy ez minek köszönhető, nagy részben a közlekedési lehetőségnek a javulásának köszönhető, hogy elsősorban ö, új légi összeköttetések, vagy pedig a meglévő légi összeköttetések gyakoribbá ö, tétele, illetve egy jó menetrend nagyon sok. Hát pedig az Air Berlin ugye csődbe ment, már nyugodtan beszélhetünk róla, igen, mert ez nem igen, reklám, igen. tehát megszűnt ezzel, nem nőtt, vagy a, az olcsó járatok, a fapadosok sűrűbben repülnek? Sűrűbe vagy repülnek. Németországban új desztinációk vannak. Ö, új desztinációk is vannak, tehát ö, ö, ugye a főváros Berlint ö, három légitársaság köti össze a két reptegével, most nem akarok neveket mondani, Lugodtan de ismerjük. Ez. Hát, e, ez nem a hirdetés. A Wieser, az Izicset és a Ryanair köti össze, akkor... Ö, a klasszikus nagy nemzeti légitársaság az ugye Münchent és Frankfurtot, és itt ugye megemlítem, hogy most már ö, talán minden nap Debrecenből is ö, van ö, légijárat Münchenbe, ez azért jó, mert ugye direktben Kelet-Magyarországot összeköti, Bajorországgal, és hát a, a nyugatnémet oldalon lévő városok, mint Stuttgart, ö, ö, Hannover, ö, Nürnberg, ők pedig... Ö, vagy a Lufthansa-nak a Lányvá, lány légitársaságával, az Eurowings-el, vagy pedig fapados légitársaságokkal. Tulajdonképpen van. mi Németországba dolgozni megyünk, vagy guttány, pihenni, múzeumokat látogatni, sörözni. Minden célból utazunk Németországba. Ugye az én feladatom az, hogy a lezser, tehát a, a, a szabadidős a, a turizmust. A, a, Erősítsem, úgy körülbelül azt lehet mondani, hogy nagyjából, és itt a számok változnak, hogy egyharmad, egyharmad, egyharmad az az arány, aki turistaként, aki üzleti útra, vagy pedig magánemberként, családhoz, barátokhoz is megőröködik. Van még két kér. percünk a beszélgetésre. Ha valaki először megy Németországba, mit ajánl? Először repüljön el Münchenbe vagy Berlinbe? Én nem tudok véleményt meg ajánlani sem, mert én imádom mind a két város, de azért Berlin még. Jobban. Én is imádom mind a kettőt. Én úgy gondolom, hogy mondjuk akkor lehet a fővárossal kezdeni. Pláne most így nyár elején nagyon kedvező ágú légi összeköttetés van tényleg egy óra 10-20 perc alatt ki lehet jutni Berlinbe. Az árérték arány Berlinben nagyon jó, tehát akár a szállásokat, akár a szolgáltatásokat, akár hogyha az étkezést nézzük. És persze, utána, ha valakinek tetszik Németország, akkor a következő cél mondjuk lehet Bajogország, az teljesen más Németország, mint Berlin. Értem. Németországban jó hajóra is szállni, nézőink már láttak egy-egy dokumentumfilmet, amikor végighajózunk Németországon. Vajon a hajó hajóközlekedés a két ország között, illetve mennyire jönnek a németek, ez nem az ön profilja, de hát biztos van egy kölcsönös látogatás két kérdés. Az egyik, hogy a hajós összeköttetés, ugye Budapest, Bécs, Passau és Dél-Németország rajta van Európa egyik legfontosabb vízi útján, tehát csak le kell menni a rakpartra, meg kell nézni a Lánchíd és az Erzsébet híd között hány hajó áll. A nagy része német zászló alatt hajózik, tele van turisták üdülő hajók. üdülő hajók, de ugye mindenhol a városokat, tehát amik ezen ez az úton vannak, összekötik, és ezeket meglátogatják. És a utazásba meg ott is nagyon jó számaik vannak, a, hogyha a német beutazási destinációt nézzük, még mindig az egyik legfontosabb destináció a német, ha a beutazást nézzük értem, visszavárjuk, ennyi amennyi egy politikai magazinba belefért. Higgyék el, akkor, amikor éppen az európai parlamenti választásokra készülünk, nagyon fontos, hogy Európát, amiben vagyunk, amiben lakunk, ami a miénk, megismerjük. Úgyhogy, ha tehetik, egy hétvégére és egy long weekendre is megéri elugrani valamelyik szomszédos országba, vonatközlekedés, akik vonatozni szeretnek, mennyi idő alatt érnek ma ki bármelyik Fontos németországi városba, ahol turistás. Két kérdezi. fontos irány van, az egyik, ami Csehországon, -sz Cse Szlovákián keresztül Berlinbe megy, a másik pedig, ami Ausztrián keresztül München felé, vagy Frankfurt felé, egy 6-7 hat óra, hat óra alatt el lehet érni Németországot volna. Na, ennyi idő alatt én repülővel megkerülöm szinte a földet. Köszönöm, hogy itt volt, előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.